Na, akkor hú. Belépett az edzőterembe! Most kicsit felte vagyok, ha? Miért ilyen terve, mondjuk most így? Belépett az edzőterembe! És egy kis pihenő, egy kis pihenő most. És itt hátra viszem ezt, jobban be lehessen látni.
Jó, nyomjuk még meg. Nyomjuk. Hello, Vana. Hello, Vana. Belépett az edzőterembe! Köszi szépen a követést! Hú! Basszta, hú, azért ez fájasztó! Na jó, ebből még egy széria. Hello Kalakker! Hello, it's props! Csáha, régen láttalak. Jöttél edzeni velem? Meg volt a 8, oké. Belépett az edzőterembe! Jó, emberek, ezén vagyok. Na, meg volt a kicsit a bemelegítés. Köszi szépen a követés mindenkinek. Belépett az edzőterembe! Köszi a ezért a... Mi ez a követést? Refa fiú, szia-szia! Ha bármi kérdésetek van, vagy bármit akartok, hogy mit, hogy csinálok, miért, nyugodtan tegyétek föl itt a Twitch-eten. Én válaszolni fogok. Na, most jöjjön egy kis válaszás. Oh. Oké. Ki van itt? Hello, Nina Vision! Szia, Nina Vision! Hello, szívd fel a cocót. Hello, hello, hello! Én már ki vagyok pattintva, de köszi. Az étrendről majd máskor beszélek. Na jó, menjünk. Mert elbeszélgettem, azt a köztesek a vége. Kicsi pihenő, ez volt a második, még kell egy még kettőt, ugye négyesekből kell 8-at, 4x8 mindenből. Közben nyújtok. Hello Rock Gaming, csá haver. Jöttetek edzeni? Tényleg bármi tipp, vagy bármi van, vannak nekem ilyenek. Nem, engem senki sem szponzorál, mert nem kell rá.
Én azt tennek, amit én akarok. Na jó, nyomassuk a váledzést tovább. Összeesek, olyan leszek, mint a Lina Bízsa. Összeesek teljesen. Belépett az edzőterembe! Belépett az edzőterembe! Hú, na jó. Hogy építetted ekkora ágyúgolyó? Hát különböző edzésekkel. Ugye ez a vágónyomás. Most mutatok egy-két váredzést neked. Ki vagy te rezerved, hú. Jó, mert látom, mint előztem, hogy te is kicsit első. Mutatok váredzésre egy-két trükköt. Szóval, a váredzés ugye az első az ez. Ez ilyenkor ezt edzi meg. Ezt a részt a várnak. De van az oldalsó. Ugyanaz, mint ha egy csinálnád, csak oldalra nyomod ki. Ezt. Mint ha valakit ütnél. Ez az oldalsó. Üzélizom. Várizom, ez az oldalsó. Ez. Látod? Ez azért is jó, mert hogyha megtámadnak, akkor ki tudod ütni a csávot, hallod? De nézd csak, érted? Gyódalba támadtam, vagy csak kiütöd. Szóval igen. Ez ilyen harci eszköznek is bizonyul. Az ugye van a csukja. A csukjának meg ennyit kell csinálni, és hogy föl kell húzni. De nem teljesen, szóval így. Szóval így, csukjából húzod föl. Látod? Ez a csukja. Na szóval, meg ugye van a izé, de az már egy picit a hátra is van ez a lovas. Meg ugye van az. Az meg így kell. Föl kell húzni, de ez már hátra megy. De a várra is jó. Van a ló. Mi van? Valaki nyomjad be a tesztot. Imre, én teljesen naturál vagyok, de köszi a bókot. Jól esett. Köszi szépen, Imre. Jó, de most nem váledzésre megyek, vagy nem teljes testedzés vagyok. Szóval folytassuk tovább a vádból nyomást. Amúgy ilyenkor félig beszoktam googolni. Hogyha nem látjátok, itt lentre veszem. Ilyenkor így beszoktam googolni. Így. Hát nem így, hanem így vagyok, és így kell csinálni. Oké. Na, hogy ez megvolt, akkor haladjunk tovább. Amúgy fontos az, elmondjam, hogy mi a fontos. Helyes kivitelezés, jó? Szóval, ha neked nem megy ekkora súlyokkal, ekkorákkal, amekkorákkal én tolom, akkor nyugodtan lentebb veheted, jó? Mert lehet, hogy neked kezdésnek túl nagy lesz. Akkor nyugodtan vegyél le egy-két tárcsát belőle. Azt akkor csináld azt, érted? Az nem szégyen. Az a fontos, hogy szabályosan ki kell vitelezni, jó? Minden egyes gyakorlatot, különben semmit nem ér. Ezt én mondom,
Bár nem vagyok olyan személyi edző még, de ki tudja. Már itt többen írtátok, hogy jó lenne, hogyha állítanék össze étrendet, meg ilyen személyi edzést tényleg. Hát jó, majd lesz róla szó, nem tudom. Na. Nyomjuk a bicepset. Kicsit a szélen teszem a kamerát a biceps miatt. Hogy tényleg azt lássátok, ahogy feszül. Oké. Okay. Hú, ez elég izzasztó volt, azt kell mondjam. Már sokan mondják, hogy a fejemet nem látom, hogy annyi lekszek, hát akkor kicsit így. Egy kis ugrimálás. Addig veszek be egy kis izét, kell egy kis szénhidrát, van itt egy kis gombóc, mert fontos a szénhidrát, mert abból lesz az izom. Én egyes közben szoktam kajálni, ez fontos. Gombolcot, meg kell a szénhidrát, mert edzek. Az ugye ilyenkor többet kell bevinni, mint amennyi. Na. Belépett az edzőterepé! Belépett az edzőterepé! Köszi a küvetést! Banán. 99. A banánt is fontos enni amúgy. Mert szoktam banán enni. Banán tenni, csak mondom. Zoltán, köszi a küvetést! Dave, köszi! Ti is mind azért vagytok itt, hogy titeket edzelek. Persze, hogy megy, persze, hogy megy. Mit akarok csinálni? Na, akkor nyomjuk tovább a bicepset, mert az fontos. Egy. Kettő. Három. Még egyszer mondom, ha nektek nem megy ekkora súlyokkal, akkor ne toljátok, jó? Nehogy valami bajotok essen. Köszi szépen. Nem várok érte semmi felelősséget, hanem inkább kisebb súlyokkal. Köszi. Valaki azt mondta, hogy mutassak egy kis bicepszet. Oké. Okay. Én amúgy nem szeretek menősködni vele, de értetek vagyok, azért vagyok itt, hogy ti szépen fejlődjetek hozzám. Ezért is mutatom. És naturál vagyok. Can you speak English? Hi, yeah, I'm from Hungary. I speak English in very well, but
Yeah, I know it's Hungarian language. It's I teaching the Kondi how you do fitness. Yeah, yeah. Na, nyomassuk tovább a bicepset. Ez most váltott karú biceps. Előbb így csináltam, ez páros, ez meg váltott. Hú, de nehéz a súly! Íh, nem adom fel! Hú! Hú! Where is hungry? Hungry? I'm not hungry. I'm eating gombóc. Az hogy van angolul, hogy gombóc? I'm eating circle. Köröket eszek mondjuk. I'm eating circle. Eszek is be még egy gombócot. Itt van, ilyen gombóc. Van rajta a Paisley. Belépett az edzőterembe. Nekem nem is ilyen van csumpom. Azt írta a Sokun, hogy én másfél kilóval edzek. Sokun, te annyit nyomsz, hogy ne égestél, te akkor nagyon kezdő vagy. Szóval itt van. Ebben sokkal szénhidrát. Mert ugye van benne Prézdi, az kell. Előpött az edzőterembe. Amúgy ez jobb, mint a csumpó. Plusz mellé van szénhidrát. Szóval kész. Ó, bevertem a fejem. Na, akkor csináljunk még egy kis oldal emelést, mert kicsit így a vállam el van maradva most. Amúgy ezt az oldalemelést szokták denevérnek is hívni. Mert ugye olyan a szám, ez ilyenkor úgy tűnik, mint a denevér csapkolna. Csak ugye nincsen nekem ilyen szárnyom. Na jó, nincs, itt ember vagyok. Már sokan mondják, hogy Pupka, te tényleg ember vagy, mert kurva jó tested. Mondom, igen, én nem robot vagyok, én nem vagyok Arnold Schwarzenegger, meg senki. A Terminátorban nem, én vagyok, és ember. De néha nekem is meg kell pihenni, mert még nagyon korán van. Mert azért ezek nem kezdők, ezt tényleg szeretném beszögezni, jó? Ez már egy alap tréningen átesett embereknek való az én edzésterem, jó? Ha te most kezdesz gyurmázni, és nem a izére gondolok, amit ovis korodban csináltad gyurmázás, hanem szeretsz így kondizni, akkor ezekkel nem ajánlatos kezdeni, jó? Ilyenkor ilyen alap gyakorlatokat kell csinálni. Én néha én azt csináltam, amikor kezdő voltam, hogy megfogtam egy ilyen üdítőt, és akkor ezt kezdtem elemelgetni. Lehet, hogy égő, de beléd rögző a helyes gyakorlat. Látod? Utána érzed, hogy megy, akkor megtöltheted. Addig ne töltsd meg ezt a fakont, semmiképp sem. Ha tényleg kezdőnek, azt ajánlom, jó? Másik kézzel is, fontos. Mert ugye nem mindig csak egy kézzel kell csinálni,
Néha kell váltani is. Különben nem lesz egyenletes az izomzatod. Ez ami nagyon fontos betartani. Jó, mind a két kézzel kell csinálni. Jegyezzétek meg, mindenkinek ajánlom. Látod a szabályosságot? Nem mozog a kezem. Csak ez. Ez nem mozog. Belépett az edzőterembe! És amit meg kezdőnek ajánlom, mert ahogy nézegettem, a Shekuhun, meg a Toxic Frog, nem tudom az mi, Frog az, ami békát jelent, hogy ők kezdők, ezért mutatok egy gyakorlatot, ami általában minden kezdőnek nem szokott annyira sikerülni, az nem más, mint a fekvőtámasz. Fogom nektek mutatni. Csak mindjárt. Jó, egy kis fekvőtámasz, az meg kell vennem a kamerát. Nem tudom, hogy hova tegyem a kamerát. Hogy lehessen is látni, lehet, hogy lehet, lehet, hogy nem. Én ezt nem vágom. Bazzag. Most ilyenkor mit lehet látni? Látod, még jobban nem lehet ezt letörni. Mondjuk így. Így. Így jó. Mondjuk így nem annyira jó. Szóval, amit... Látod, egy kicsit hát... Hova tegyem a kamerát? Ő is se jó. Nem hiszem el. Nem hiszem el, nem készültem elő, hogy ilyen kezdők is lesznek itt a streamemen. Akik nem tudják, hogy egyáltalán nem tudnak edzeni. Nem baj, én azért vagyok. Szóval mondjuk így. Itt a lábam. Bádi. Ez kőkemény. Ez a bádi. Szóval, hello, itt vagyok, a fejem most nem fontos, hanem a testem a lényeg. Szóval így van, csak úgy le kell nyomni. Rajta. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Belépett az edzőterembe! Nyolc. 9, és még egy. 10. Jó. Belépett az edzőterembe. Belépett az edzőterembe. Emberek, ez kurvára nem könnyű feladat. A szabályosságra. Emberek, a szabályosság a lényeg, nem láttátok, előbb hogy csinálom szabályosan? Ne okoskodjatok már, bazd meg! Ti nem tudtok egyetlen egy fekvőtámaszt se csinálni, de jár a szálltok. Addig ezt ide fölteszem, mert így ma jobban be lehet látni. Szóval, amíg nektek nem megy, addig ne okoskodjatok a cseten, jó? Mert itt a Gracsó is azt mondja, hogy én se tudnék szabályost, meg stb. Értem, hogy nem megy nektek. De attól nem kell azt mondani, hogy ez nem szabályos, jó? Én vagyok a streamer, nem hiába élek ebből meg. Köszi szépen a sok okoskodónak. Kálervi, te is bazd meg. Úristen, hagyjuk is. Na, még egy 8-as széria az ebben. És ilyenkor nem kell maradni. Látjátok? Ne, mutatom a karomat is. Azt hiszitek, hogy csalok. Szóval itt a karom. Hát ott, és így be kell hajlítani. És ilyenkor megtartom magam. Ki. Le. Ki. Le. Ki. Öt. Hat. Nyolc! Nem adom föl! Még! Kilenc!
tiszt, ez az, jó volt. Ilyenek. Belépett az edzőterembe. Mi van? Valaki azt írja, hogy Tari Ádámnak is te vagy a példaképe. Én nem tudom. Hú, de fáradt vagyok, bazd meg. Amúgy ez egy kőkemény edzést tett. Ez kezdődek, semmiképp se ajánlom, hogy kezdő kövessék, amit én csinálok. Még egyszer mondom. Mert sérülés soktok szemzni. Hány évnek tehet ilyen bicercet összeszenni? Nem ma. Nekem ez nem egy nap alatt gyűjt rám, jó? Ez évek kemény munkája. Mindenkinek üzenem. Jó? Be kell tartani az edzéstervet, meg a kaját, eszek egy kis gombócot. Aztán edzünk tovább. Gombóc fontos, a szénhidrátot kell pótolni. Mi van itt a cseten? Zákra azt írja, hogy csak trollkodik ki. Mi van itt a cseten? Olyan sok kérdést kapok. Hukkaplay, lábra mutatsz egy-két technikát? Persze, a kukulás van mutatni. Remélem jól lehet, most lesz a kukulás akkor. Jó, a fekvő megvolt. Ha bármi nem megy, majd csinálok YouTube-ra szakszerű videót. Pontosan mit miért csinálok. Na, akkor csináljuk a kukulást. Lábamat fogom venni. Így. Vagyis inkább még így. És jó mélyen be kell hajolni. Na. Szóval, a kukorás. Fontos a kéz, legyen így, magad mellett a gugolás. Hogy ne segítsd elő sehogy. Na. És akkor mehet. Az a lényeg, hogy feszüljön. A kukolást csinálom. A kezedben ne segíts. Azért nem. Meg is távolra teltem. Mert itt az asztal. És így néha így jó mélyen. Azt is szokták a profik csinálni, hogy rugóznak. Az azt jelenti, hogy rugóznak, hogy lemegy, és akkor rugózik a seggébe. Mint hogyha valahova beleülne. És akkor megy a rugózás. Amíg ez kurva fárasztó, mert ez a bicepset erősíti. Ez a bicepset erősíti, ahogy rugózol. Látod? Ez feszül. Amúgy igen, azt is lehet csinálni, amit a Inoel ír. Várj, milyen bicepszet, várjál, hülyeséget beszéltem. Emberek, komolyan, miért pedig hülyeséget beszélek, mert az edzésből néha kiszáll az agyam, mikor így keményen nyomom. Nem, a vádira értettem, az a vádi. Csak akkurát edzettem már így nektek, hogy néha elfelejtek gondolkodni. Na szóval, azt is lehet, ami az Inoel mondja, hogy teljesen le kell mélyen. Az így vagy, kezed ugyanitt van, és legugulsz mélyen. Kicsit nem annyira széles terpesz, és így legugulsz. És így. Még egyszer. Csak néha kell válni egyes szünetet. De lehet gyorsítani is. Mi van, lennél a személyi edző, nem? Mutattam oldalba is. Az a lényeg, hogy folyamatosan csináld.
Akkor csinálsz valamit jól. Emberek. Akkor csinálsz valamit jól, ha lopolnak a csontjaid. Ha érzed, hogy az ízületed regenerálódik, meg átalakul, azért ropognak, érted? Ha azt érzed, hogy nincs semmi ropogás, akkor nem, akkor rosszul csinálod. Jó? Ez egy hasznos tanács. Ezt mindig figyeld a testedre, mikor ropog. A csukjára csináljak valamit, jó? Amúgy rengeteg a kezdő. Igen, a Twitch-en mindenki csak gémel. A csukja izom az, az ez. Ez a csukja, ami itt van. Ez úgy lehet, ahogy már mutattam, hogy föl kell húzni magad. Most így oldalba mutatom. Szóval ez a csukja, de lehet, ez is lehet a csukja, ami itt van. Attól függ, hogy ki minek, de ez a csukja itt hátul. Na. Szóval, és akkor így föl kell itt izé rántani. Csukjából, nem karból húzott föl, mert akkor a bicepsze megy. Hanem ebből, csukjából húzott föl. Ez tényleg nehéz. És akkor a másikkal is. Én egyszer párba szoktam. Belépett az edzőterembe! Sokan úgy csinálják, hogy ott tartják egy kicsit. Szóval amikor csinálják a csukját, ott tartják. Szóval csinálja, és akkor így tartja. Látod? És utána vissza. Így tartja. Vissza. Megtartja. Csukjából tartom meg az izmomat. Meg a közért, a mi ez? Súlyt. És vissza. Amúgy ezek nehéz edzések. Nem, lányoknak semmiképp sem ajánlom, mert én ugye milyen fiú vagyok, ezért fiúknak tudok edzéseket adni. Lányoknak teljesen más minden kell, ugye? Mert ők ugye gyöngébbek nálam, meg mindenkinél, mert ugye lányok azok mindig ilyen gyöszkék, azt kell, hogy mondjam. Aztán ja, nekik úgy nem tudok olyan könnyű gyakorlatokat adni, mint a saját lánytársuk. Érted? Ezért is vannak külön lányedzők, meg fiúedzők. A fiúk a fiúkért tudják, a lányok meg a lányokért. Ez ilyen bonyis dolog, lehet, hogy ti nem várjátok pontosan, hogy miről beszélek, de ti nem is vagytok edzők. A merre tudnék? Igen, persze, a merre, abból van az álló mellezés. Magyarul mondva a tárogatást, állva tárogatni, azt tudom ajánlani, Levi, ha most kezdte, nem is olyan könnyű, de nem is olyan nehéz, hogy neked ne menje, mert azért látom, hogy valamennyit értesz hozzá. Na, szóval, így van, és olyan, mintha kinyitnál a kezed, csak súlyokkal. Szóval... Egy... Kettő... Három... Négy... Öt... Hat... Hét... Nyolc... Kilenc... Tíz... Tizenegy... 12, és pihenés. Ez mellezés. Ez most mellezés volt. Ez tárogatás, ember. Titi, nem tudom, hogy ahhoz képest, hogy személyi edző vagy, ez tárogatok, ugye, meg kinyitom a kezem, meg összecsukom. Innen ered a tárogatás. Nevezés a gyakorlatnak. Ha ezt nem tudnád, de most az elméleti részben nem megyek bele, pontosan milyen izmokat mozgat meg, meg minden. Ezt fekve csinálják, akik olyan lustábbak, azok igen fekve. De amúgy én állva csinálom, mert én erős fizikummal rendelkezek, de köszi.
Na jó, menjünk egy még egy szélre. Valaki azt mondja, hogy tűrjen föl, mert szeretné látni a bicepszemet. Oké. Okay. Valaki erre gerjed, akkor nézzétek. Meg kell húzni, mert szétesik a... Ez az. Pontosan mi a lélegzés. Oké. Három vagy kettő. Még egy széria ebből. Ez nehéz gyakorlat, ebből elég a három széria. Na mi van itt a csetem? Eddig én ezt mindig fekve csináltam. Köszi, hogy ezt is bemutattad. Ma is ki is próbálom ezt a gyakorlaterembe. Nyugodtan, Titi, hallod? Érzem? Én ezt nem tiltom meg, hogy ti nyugodtan használjátok az én edzés gyakorlatomat, jó? Most mindenkinek mondom, Tésztának is, Taternek is, bárki, aki itt van, a Titinek is, hogy amit én használok, esetleg amit én újítottam így bele, nyugodtan át lehet venni. Csak kérdezik, hogy honnan van, nyugodtan mondjátok, hogy én mondtam. Engem a szakma elismert, már tényleg több tényleg ilyen személyi edző, meg akár versenyző, ugye a Fit Balance-on, meg mindenhol. Tudják, hogy ki vagyok, szóval nyugodtan lehet rám hivatkozni. Max bevédelek, jó, ha kinevetnek. Veszek egy kis gombócot. Na! Én most szénhidrátot eszek, mert ugye edzek, és kell a szénhidrát, hogy még nagyobb legyek. Na, nyomassuk tovább. Jó, utána jön a triceps. Jó? Csak még egyet csinálok, egy tárogatás mellre. Azért már érzem a karomat, mert már egy órája edzek, azért sokan nem bírek. Tíz, oké. Okay. Meg volt a tíz. Na. Akkor most jön a triceps. Az mindenki tudja, hogy mi az, nem? Ugye? Ez a biceps, ami hátul van. Ez a triceps, jó? Szóval ez a biceps, ne keverjétek! És ez a triceps, na! Na, és akkor mutattam, hogy mi a triceps. A triceps nagyon sokféleképpen van, az egyik az, hogy így megfogod a tárcsát, látod, így. Így csinálsz. És akkor itt hátul. Kicsit a kamerát úgy teszem, hogy lássátok fejem fölött. Az egy nagyon jó triceps gyakorlat. Látjátok? Ez a triceps. A Toxic Frog azt írja, hogy ez az első, amit én is szoktam csinálni. Hát jó, a Toxic hallod. Hát most nyugodtan csinálhatod. Érted? Én megengedem neked.
Szóval ez a Triceps. Amint a Triceps-en van más gyakorlat is. Én úgy tudom, csak már elfelejtettem, hogy mi. Ah, mert Triceps-en nem nagyon kell edzenem, mert az eléggé nagy nekem. De most nem tudom, most milyen gyakorlat van még Triceps-en hirtelen. De én még tudtam párat. Na mindegy. Aztán, ugye általában szoktak marokra is kell edzeni, hogy minél jobban, mert hogyha a marokra nem edze erre, akkor nem tudod megfogni a súlyokat. Ez azért fontos, hogy ez jó legyen, hogy jól meg tudsz fogni, ezt akkor tud csinálni. Szóval, a marokra. Így van, és így, lehet föl. Ez ilyen kis lájtos gyakorlat. A másik kézzel is kell. Úgy a pálya kezem. Ezt a gecit. Azért ez tényleg ez kemény edzés. Mi a helyzet? A Bookfix azt írta, hogy eddig csupa olyat mutattam, amit én nem tudtam. Tudok-e róla? Jó, hát Bookfix, valaki összi, hogy kezdő. Jó, értem, hogy kezdő vagy, és hogy nem mutattam olyat, amit te ismersz, de hidd el. Ezek mind hasznos gyakorlatok. Nem hiába vannak itt tőlem tanulni, jó? Hú, de nagy a bicepsze. Feszül, látjátok, hogy hogy feszül a póló? Belépett az egyszerterepe! Nézzétek, hogy feszül a póló. Amúgy ilyet, akinek nem megy ekkora súlyokkal, az nyugodtan szedjen ilyet. Ez az izé, creatin, ez ilyen kis por formájú, ha ezt beleszed, akkor sokkal nagyobb súlyokat is tudsz edzeni. Tehát mindenképpen ajánlom, hogy szedjél creatint, meg ilyeneket. Az elkártam azt írja, mi lenne azt is felolvasnád, amikor az embereknek szüksége van segítségre. Miért csak azokat olvasod fel, mikor dicsérnek? Mondjad elkártam, hogy mire nem válaszoltam. Mert én bárkinek segítek ingyen és bérmentve, jó? Mert tudom, vannak olyan személyi edzők, akik elkének több 10 000 forintot. Én nem az vagyok. Én ingyen titeket itt tanítanak, nem kérek cserébe semmit. Nyugodtan, nekem az a lényeg, hogy minél jobban kilegyetek úgymond tesízve, ahogy mondja a köznyelv. Szóval nekem ez az egy célom van. A célom az, hogy hű legyek, hű társam oldalán, a pokémonok hű szívét, mert így be, belépett az egyszerterepe! Pokémon, szerezd meg hát mind! Mi győzünk a legvégén, Pokémon, ó, te igaz barát, a tűtű vár ránk. Na jó, az éneklés még nem megy annyira. Szóval nekem még nem megy az éneklés, de az edzés igen. Azért inkább tanítalak és nem énekelek. Na jó, edzünk tovább. Amúgy emberek, van egy jó tippem. Hogyha szégyenlős vagy. Hogyha szégyenlős vagy. Mert mondjuk, hogy az edzőteremben kinevetnek, és ezért nem mész. Belépett az edzőterembe. Ezért nem mész terembe menni.
Szóval, akkor ajánlok egy jó megoldást, ha például tényleg nem akarod, hogy tudjanak róla, hogy te ki vagy. Akkor elmondjam, hogy mi az, amit ajánlok. Azt, vigyél ilyen zacskót, és csináld ezt. És így nem fognak felismerni. Még nyugodtan egyszerűen, hogy bármit csinálhatsz. Nem tudják, hogy te vagy az, jó? Ha szégyenlős vagy a tested alapján, úgysem fogják tudni, hogy ki vagy. És akkor bemész a terembe, recepciónál fölveszed, és így nekiállsz edzeni. Jó, ezt tudom ajánlani, mert többen írták, hogy félsz, hogy kinevetnek. Ha vegyél föl egy szatyrot. Acsá, ennyi, jó? Nem kell törölni senkikkel. Mi van? Én ilyen zacskóval tüdőre szoktam egyszerűen. Mi van? Hú, aszti! Nekem nagyon sok mindent kell tanulni. Azt kell, hogy mondjam. Nem bajok, aszti. Te azért vagy itt, hogy tanuljál. Fanny Stream azt írja, hogy hopka nagyon tetszik a tested, egyszer nem tudom, hogy te ezt hogy csinálod. Csajokat is tanítasz különböző edzésre? Például megmutatod, hogy kell jógázni, meg ilyenek. Fanny, én most nem vállalok ilyen lányedzést, mert tudom, hogy nektek más az izomzatok, nektek ilyen picike, érted? Nekem ilyen nagy, nektek ilyen kisebb. Ezért nem tudok olyan, tényleg, ami helyes lenne olyan gyakorlatokat mutogatni, bocsi. Inkább menjél át más Twitch csatornára, mert ott vannak ilyen profik. Jó? Én a fiúkat edzem, hogy hogy kell mindent csinálni. Az Efron azt írja, hogy nem is írt ilyet ki. Nem, mindegy, nem értem. Na jó, edzünk emberek, mert itt elmegy az idő, azt összefogtok esni, ne a duma, ne, sok a duma, bazd meg, sok a duma. Edzeni kell, jó? Sok a duma. Csinálok még pár fekvőtámaszt. Na, passzom. Érted, itt húzzátok a cseten az időt. Aztán még a végén összeesek teljesen. Ezt akarjátok, bazd meg. Én nem nézek ki. Én nem akarok olyan szarul kinézni, mint ti. Bazd meg, azért egy igény van. Na, kezdjük is az edzést. Oh. Levertem a lábamat a székbe, bazd meg. Levertem a lábamat a székbe. Na, akkor csináljunk egy kis edzést. Mondjuk így. Így, hogy minden látszódjon. Egy, kettő, három. Ez a fekvő támasz. Te, nem ismered a fekvő támasz, susu? Hello, Lina Vision! Te is itt vagy? Ja, már régóta itt vagy, ilyen? Köszi szépen, tudom, hogy szexi vagyok. Csak ragadnak rám úgy a csajok. Én mindent komolyan gondolok, ezt most nem értem, ezt most kimondja azt, hogy nem. Én nem poénból csinálok nektek oktató videót, bazd. Belépett az egyszer. Én poénból itt töltöm az időmet, azért már olyan kedvem van, hallod? Most komolyan? Várnak engem az edzőterembe. Na, még egy szériát csináljunk. Amúgy sokan úgy szokták csinálni, hogy ökölbe van a kezük. Így ökölbe van. Ez sokkal nehezebb így csinálni, értitek? Hogyha így csinál az ember, így ökölbe. Nehezebb. Jó? Na, belőpett mutatom is. Köszi szépen mindenkinek a követés, aki itt van. Ilyen késő este. Na, csináljuk. Ökölbe van a kezem. Ököl. Látod? Ököl. Mutatom. Ne esik az. Eltörik a kamera. Bazd meg. Aztán abból küldtem, amit az izék fizettek. Ökölbe van a kamera. Vagy nem a kamera kezem.
Így a körbe van. Rajta. Gyorsabban csinálom. Hát jobban stimulálom az izmot, ha gyorsabban csinálom. Oké, okay, jó, meg volt a 10. Belőpett az egyszer, meg volt a 10. Meg volt a 10. Egy kicsit futok. Egy kis futás. Jó, meg volt a gyors. Innen is mutatok, mert sokan kíváncsiak a felső testre. Szóval mutatom. A futásnál lényeg a kezedet is így kell mozgatni, jó? Jó? Futásnál kezedet is mozgast. Így. Fejemet is lássátok, ahogy lélegzek. Pontos, ahogy lélegzek. Hú, de helyett! Hú, ez az még! Hú, hú, azt a kurva! Előpett az egyszer! Aki megírta, hogy te vagy Barry Allen? A flashből? Nem ilyen bajok a Perliáról. Jaj Istenem, hallom, mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a Flashbulat Perliáról. Nem ilyen vagyok az elő. Sosem megy egyszerre a légzés, mert ő ki kell fújni. Tehát ki kell fújni. Így. Szóval amikor fújsz, fújsz közben. De most már nagyon elfáradtam emberek, most már nem megy annyira. Hú, bazdmeg. Most komolyan hallod? Egy órája edzek amúgy. Ezért nagyon sok embernek nem megy. És ez kőkemény, szinte megállás nélkül volt. De jó, jó ember, több futás sincsen, mert ez kurva nehéz. Ez a gyakorlat a legnehezebb, mert ez minden izmodat egyszerűen mozgatja meg. Jó? Ez nagyon nehéz. Futópa nem annyira jó, mert tönkreteszi az izületeidet. Amúgy a futás sem ajánlom azért, jó? Csak max, hogyha van neked ilyen Nike vagy ilyen Adidasos cipőd. Mert különben semmiképp sem ajánlom. Hogyha neked nincs ilyen cipőd, akkor ne fussál, mert mert tönkre teszi a lábadat, és lehet, hogy be is gombásodik az izzadságtól, jó? Szóval ezért. A Bookfish azt írja, nem akarsz a szódát kipróbálni? Azzal nagyon jó lennél. Szódát? Én már régen ittam szódát, de azt nem tudom, ez hogyan jött. Én a shakert, én azt nem szódával szoktam, meg tejjel, hanem vízzel szoktam bekeverni. De köszi szépen, hogy egy aggódsz, hogy én most mivel iszom a fehérjét. De nem baj, köszi szépen, Bookfish 30. Hú, bazd meg, azért bedurrantam. Amúgy onnan lehet tudni, hogy jó vagy, eres a kezed, látod? Eresedik a kezem. Ezt látjátok? Eresedik. Innen tudod, hogy be vagy durrasztatva. Igen, én elértem azt, hogy be vagyok durrasztatva. Fú, sajnos elfogyott a kreatinom. Nem baj, keveset még kevés kortyom benne.
Amúgy ti mióta edzetek? Kíváncsi vagyok így a véleményetekre. Aztán akkor most nyomok még egy kis le kell vezetni. Amúgy a levezetésben az fontos az, hogy nyújtózkodni kell. Igazából az olyan, amikor kikelsz az ágyból és így nyújtózol egyetől. Szóval ilyen ezt kell csinálni, csak ásítás nélkül. És ezért hívják úgy, hogy nyújtózkodás. Mert ugye nyújtózkodsz, akkor is mikor felkelsz. Szóval most én is csinálom ezt, csak hang nélkül. Elméletben, amúgy fontos emberek, hallózzák, hogy neked is mondom, ne elméletben, jó? Nyugodtan menjék ki egy street workout padba, vagy ezért konditerembe. Aztán ott nyugodtan. A Bookfix azt írja, hogy te nagyon jó vagy, lehet fel is iratkozok. Köszi szépen Bookfix 30, remélem, hogy majd küldesz nekem donétet, támogatod a munkásságomat, hogy tudjak indulni majd az ilyen Mr. Olympián. Jó, most kicsit összeestem viszonylag, azért kezdek majd újban edzeni, hogy eléggé faszán nézek ki. De köszi szépen ezeket a dicséreteket, amit így kapok több embertől, és nekem ez jól esik. Engem ez értett, engem nem az, hogy hány szubom van, hány donétjű, meg ilyenek, nem. Az, amikor kapom a dicséretes szavakat, hogy Hupkapé, ma is nagyon hasznos volt, nagyon sok mindent tanultam, örülök neki, hogy itt vagy, és vagy nekünk. Nem izdél valami gameplay tartalom, hanem valami fitness és egészségesen próbált csinálni. Szóval nekem ezek a szavak nagyon jók. Igen, nekem megvan mind a 6 kockám. Pontosan Funny Stream. Köszi szépen, hogy érlek közben, nekem nagyon sok kockám van. Ez is évek alatt fejlesztettem ki erre a szinten. Nem szeretném most megmutatni, mert félek, hogy a Twitch lebannol ilyen szexualitás miatt, értem, mert aztán itt rám fognak gerjeni a pasik meg a lányok, aztán ki tudja mi lesz, én nem akarok ilyen Facebookon ilyen üzeneteket kapni a csajoktól, így úgy amúgy. Én nem a Rácz Géza vagyok, még egyszer mondom, az kész. Hú, azért ez kőkemény volt, mióta ment? 1 óra 10 perc, aztán este megyek dárcozni, ugye ott oda is fontos, hogy jól tudjak dobni. Aztán most arra is sikerült kicsit bemelegítenem. Aki nem tette még meg, az jöjjön a felkiáltója DC. Az a Discord szerverem, ott lehet tőlem beszélgetni, meg lehet mindent csinálni. És most még van egy órám, nem tudom most mi az, amit csináljunk. Mert most már pihentem, most kéne valamit más csinálni. De lehet, hogy azon gondolkodok, hogy felmegyek a Tinderre.